Istennek ígéri Kolosson, ha ugyanez megvan írva a Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első két verset, így szól hozzánk ezen a mai estén Istennek igéje. Látva a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket. Eddig Istennek írott igéje. Kedves gyülekezet, szeretett barátaim, örülök, hogy ennyien összejöttünk, és bár vannak ismerősök is, meg kevésbé ismerősök, de azért összekött mindenkit valahol, hogy vagy régen, vagy most azért a napokban a Neptunt végig kellett böngészni. Bár az én időmben még annyira ez nem volt, hanem ilyen papírcetliken kellett végignézni, hogy milyen kurzusok vannak, és miket lehetett szabadon választani. Szóval böngésztük a Neptunt, és nézzük, hogy mik lennének, amiket fel lehet venni, és most egy ajánlattal állok itt előttek nektek, hogy felvennétek egy olyan új kurzust a sok mellé, a 20-25 mellé, vagy nem tudom, hogy kinek mennyit kell, aminek ez lenne a címe, hogy az életről mindent, amit tudni lehet. Ez egy gyakorlati tárgy lenne, és a teljesítési feltételek között ezt lehetne olvasni, hogy rendszeres részvétel, nem lehet hiányozni, minden óra számonkérés, és a végén nagyon komoly vizsga. A kötelező olvasmány, amit ehhez el kell végezni, az Máté evangéliumának az 5., 6. és 7. fejezete. A tantárgy felelőse Názareti Jézus, előadói Katona Viktor, Szabó István, Vég Tamás, Karsai Eszter, Berke Sándor, Dányi Nagy Mário, Fütő Róbert, Járai Márton, Kovács Hajnalka és Somogyiné Picsor Krisztina, és még jó magam. Felvennétek ezt a tárgyat. Amennyiben igen, akkor maradjatok itt, és hallgassátok végig mindazt, amit erről szeretnék mondani. Ha nem, akkor most még el lehet menekülni. Komoly vizsga lesz. Hány kérdik? Mert bizony, akármilyen mulatságosnak is tűnik, a hegyi beszéd az egy kurzus. Az egy tanfolyam, mert ez egy nagyon intenzív kurzus, amiről nem lehet hiányozni. Nem olvastuk azt, hogy a hegyi beszéd közben néhányan felállnának, elmennének. Sőt, más történetekben olvastuk azt, hogy olyan sokáig maradtak, hogy még a gyomruk is korgott, és ugye arról kell gondoskodni, hogy az tanulók azok hát mégsem halljanak éhen. Tehát ez egy intenzív tanfolyam, és sokkal nagyobb a tétje, mint sem, hogy tudjuk-e a végén teljesíteni, és akkor le kell töröltetjük az indexből, aztán újra próbálkozunk, aztán majd próbálkozunk egy másik tárgyal, hanem ez egy sokkal nagyobb tét, ahol nem az indexbe kerül be végén a jegy, hanem abba a bizonyos könyvbe kerül be a nevünk. Abba a könyvbe, amiről a Jelenések könyve is szól. És hát ez a hegyi beszéd lesz, ez a nagyon komoly tanulmány lesz a féléknek a témája. Erről fogunk gondolkodni hétről hétre egészen decemberig, keddenként, akik eljönnek, azok igen hirdető kollégáktól erről gondolkozhatnak, erről beszélgethetünk utána, akár a szeretett vendégségek kapcsán is. Mert a hegyi beszéd Jézus egyik legismertebb tanítása, és bizonyos részei talán még ismertebbek is, nem csak a hívők emlegetik, hanem a nem hívők is szeretnek kiemelni egy-egy gondolatot, akár a sóról, akár a boldogságmondásra gondolunk. Mert ez egy nagyon népszerű, sokak számára talán fogyasztható, de sokak számára pedig pont rémisztő tanulmány. De megvan ebben a kísértés is. Az a kísértés, hogy olyan sokat hallottunk róla, hogy már elsiklunk a részletek felett. Olyan sokat hallottunk róla, hogy talán nem is tűnik fel, hogy mikor nyílnak meg újabb mélységek és újabb gazdagságok a hegyi beszédből. Járhatunk úgy, mint a fazekasos diákok nagyon sokszor a Műszaki Egyetemen. A fazekas ugye a matek tagozatáról híres, és édesanyám sokat tanított a Műszaki Egyetemen, és azt mondta, hogy a fazekasos diákok mindig megjárják. Akkora arccal érkeznek, olyan nagy mellénye, hogy ők már innen tudnak ott, és fél évkor olyan simán buknak, mint a fuzat. Mert hogy nem veszik észre, hogy mi az a pont, amikortól ez mélyebb, amikor ez több, amikor ez már más. Sokszor vagyunk így a bibliai történetekkel, nem tudom, hogy ki mennyire intenzíven járt hittarra, gyülekezeti hittarra, esetleg egyházi iskolába, de ez a tapasztalat sokszor megvan. Ó, ezt már hallottuk, ezt már tudjuk, és nem figyelünk, nem használjuk ki a lehetőséget, hogy újra hallhatunk róla, újra tanulhatunk róla, és talán olyan részletek is előjönnek, vagy olyan mélységek, amiket eddig nem számoltunk, vagy még talán nem voltunk abban az életkorban,
hogy ezekre felfigyelhessünk. Mert hogy sokszor az ismétlés nem a tudás anyja, hanem a felejtés nagyanyja. És pont erre a veszélyre figyelmeztet maga a hegyi beszéd is. Jézus is figyelmeztet erre. Hiszen ő maga is, amikor tanít a hegyi beszédben, és majd hétről hétre fogjuk látni, van egy olyan rész, ami úgy kezdődik mindig, hogy hallottátok, de én ezt mondom. Ezt mondták a régiek, de én ezt mondom. Pont ez a dinamizmus, pont ez a párbeszéd van meg ebben, hogy Jézus arra figyelmeztet, hogy hallottál már róla, hallottál Mózes törvényéről, le van írva, azért is olvastuk ezt újra, most lekcióként. Hallottál róla, csak hogy az a baj, hogy lehet, hogy már nem olyan figyelmesen. Lehet, hogy olyanok magyarázták, vagy olyanok kérték számon, akik nem az Isten lelke szerint kérték ezt számon. Amikor Jézus vitatkozik a hegyi beszédben, akkor bizony erre a veszélyre figyelmeztet. Hogy lehet, hogy sokat hallottam, de ahogyan szokták mondani, lehet, hogy ezért pont két füled van az egyiken be, a másikon ki. De én azt mondom. Én valami mélyebbet mondok, valami többet mondok, valami mást mondok. Mondhatjuk azt, hogy Jézus ilyen módon tényleg egy profi oktató, aki úgy tudja felépíteni az ő tanítását, az ő gondolatait, amiben egyszerűen újat tud mondani, mélyíteni tud, fent tudja tartani a figyelmet. Mert Jézus, amikor azt mondja, hogy megmondatod, de én ezt mondom, akkor mindenki fel tudott erre figyelni. Mert azt mondja Jézus, hogy én itt most javítok a mások magyarázatán. Itt most mélyítek, itt most értelmezek, itt most magyarázok. Sőt, a 6. fejezetben ilyeneket is olvasunk, amikor kifejezetten Jézus ezt mondja, vigyázzatok! Vigyázzatok, mert van, aki ezt rosszul magyarázza. Vigyázzatok, mert rossz a gyakorlatotok. Amikor a 6. fejezetben a bőtről, az imádságról és az adakozásról olvashatunk és tanulhatunk, akkor ott figyelmeztet Jézus, mint a rossz diákokat. Lehet, hogy megtanultad, de nem biztos, hogy jól gyakoroltad a bőtöt, az imádságot és az adakozást. Majd erről is lesz szó. Tehát egy ilyen kurzusra jöttetek, lehet, hogy nem tudtátok, mivel álltok, de ez végül is egy ilyen sorozat lenne egyetemistáknak, vagy olyan fiataloknak, akiknek ez fontos. És buzdítok arra mindenkit, hogy bár rémisztő lehetett a felvezetés, vegyétek fel ezt a kurzust. És hívjatok magatokkal másokat is. Vegyétek fel akkor is, ha úgy érezzitek, hogy már hallottátok egeleget. És legyen bennetek az a nyitottság, hogy hát ha valami újat, valami mélyebbet, valami aktuálisabbat mond Isten szent lelke ezeken a keddi alkalmakon. Vegyétek fel ezt a kurzust, hogyha még nem is hallottátok teljesen. Nagyon sokan nem is tudják, hogy egészen a 7. fejezet végéig kitart, és bizonyos történeteket nem is ide sorolnak, vagy nem is tudják, vagy nagyon aprók ezek a történetek és tanítások is. Lehet, hogy érdemes felvenni azért, mert még nem is hallottuk teljes egészében, hogy legalább egyszer halljuk. És legfőképpen vegyétek fel ezt a kurzust, és hívogassatok másokat, mert mint látjátok, van még szék, meg van még hely bőven, mert érdemes ezzel kezdeni Jézussal való találkozást. Érdemes a vele való találkozást, a vele való élményt a hegyi beszéddel kezdeni. Mert amikor gondolkoztunk májusban ezen a fél éven Viktorral és a többiekkel, akik már májusban ezeken az alkalmakon itt voltak és szolgáltak, akkor azon gondolkoztuk, hogy mi lehetne az a téma, amire érdemes hívni másokat is. Ami mégis olyan, hogy aki már hitben jár, annak is jó, és aki még nem, annak is érdekes lehet. És valahogy Isten szent lelke a hegyi beszédet hozta elénk. Mert hogy erre tényleg el lehet hívni másokat is. Mert az élet minden területéről van itt tanítás, és azok, akik talán nem hallottak Jézusról, vagy csak nagyon futólagosan, vagy nincsenek ismeretei, mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen kivonata az egész evangéliumnak. Itt mindenről beszél Jézus, ami fontos. Erre nyugodtan hívhatjuk az úgynevezett kezdőket is. Mert hogy ez nem egy olyan kurzus, amire csak a már haladók járhatnak, hanem hívjuk. Merjük hívogatni azokat, akik talán csak érdeklődők, de legalább eljönnének egy ilyen alkalomra. Eljönnének, mert talán nem egyedül kéne jönni, mert ti hozzátok őket. Mert nagyon sokszor keresztényként olyan bátortalanok vagyunk, nem merjük hívni azokat, akik még nem hallottak Jézusról. De ez a hegyi beszéd, és erről majd még fogok beszélni, egy olyan alkalom, ami pont arra buzdít, hogy a kezdők is jöhetnek.
És nem érzik ettől magukat rosszul, hogy a többiek már hú, valamit már tudnak, és mi még csak most érdeklődünk. Mert a hegyi beszéd az olyan, ami mindenkihez szól, minden körülmények között és minden életkorban. Búzdítok tehát mindenkit arra, hogy a jövő alkalommal hozzatok magatokkal csoporttársakat, egyetemi társakat, kollégiumi társakat, hívjatok és buzdítsatok másokat is arra, hogy még nem késő ehhez csatlakozni, még bármikor lehet ebben részt venni. Mert a hegyi beszéd és az evangélium nem exkluzív, nem kizárólagos. Mert nem csak a bennfenteseknek szól és a bennfentesekről szól, akik már ebben benne vannak. Vannak vallások, ahol van egy lépcsőfok, hogy innentől kezdve csak a beavatottak jöhetnek. Nem azt olvasjuk Jézusnál, hogy bement a templomba, és most már csak az ige szakaszra térek jobban, és akkor azt mondta, hogy hát gyertek, kinyitom az ajtót, gyertek be, aztán aki akarja, meghallgatja, aki akarja, nem. Ez körülbelül olyan, mint a mai óvodai gyakorlat, Károly mondta, hogy hát, aki akar, játszik, aki akar, figyel, aki akar, azt csinál, amit akar. Nem. Jézus nem azt mondja, hogy gyere, keresd meg engem valahol, hanem Jézus kimegy a nyílt térre. Jézus kilép a zsinagógából, a templomból, a zárt terekből, ahová az embernek van egy olyan érzése, hogy hú, ha kések, vagy csak az első sorban van már hely, akkor olyan ciki bejönni késve. Jézus kimegy a nyílt térre, és felmegy a hegyre. Felmegy a hegyre, egy olyan helyre, ami még inkább azt mutatja, hogy ami most itt történik, az szem előtt van. Amiről most itt szó lesz, azt mindenkinek látnia kell. Hiszen a hegyre épített város, az mindenkinek nyilvánvaló, hogy hol van. Jézus tehát nem úgy hív, hogy gyertek, aztán keressetek meg, hanem azért hív, hogy felmenjen velünk a hegyre. Mert ő nem csak a tanítványokhoz ment így, hanem az érdeklődőkhöz is. Egy olyan helyre, ami nyitott, ami szabad, ahol szabadon lehet csatlakozni. Azt olvassuk, hogy meglátta a tömeget. Látott sok embert. Ha az előzményeket is megnézzük, akkor látjuk azt, hogy előtte gyógyító több emberrel találkozott. Mert maga a helyválasztása is üzenet volt. Egy olyan hely, ahová kezdők és haladók egyaránt jöhettek. Nem voltak sorok, hogy akkor ki hová ül, hanem azt olvassuk, hogy oda ment a tömeghez, leült közéjük, és oda mentek a tanítványai is. Mindenki ott volt, teljesen mindegy, hogy milyen szinten áll. Lehet, hogy csak azért ment, mert hallotta, hogy ez Jézus gyógyít. Lehet, hogy valaki már egyszer találkozott vele a templomi tanításai során. Lehet, hogy valaki csak azt látta, hogy oda sokan mennek, megnézzük, mi van ott. És ott vannak a tanítványok is. Mert az érdeklődőkhöz is ment, és a tanítványokhoz is. És önmagában a helyválasztása üzenet. Nem csak azért, mert kimegy, ahogyan a missziói parancsban is kéri majd a tanítványait, hogy menjetek el és tegyetek tanítványa minden népeket, hanem mert a hegyre ment. Nem véletlenül választottam lekcióul azt, amit olvashattunk, a sínai hegyi törvényadás. Mert Jézus tudatosan választja ezt a helyet, a hegyet. Hogy pontosan melyiket, ezt nem lehet tudni, és szerintem nem is ez a lényeges, hogy meghatározunk, hogy melyik hegy volt az. Hanem az, hogy az Ószövetséget ismerő zsidó nép számára az, hogy ő felmegy a hegyre, az már üzenet. Az már üzenet abból a szempontból is, hogy az Isten a hegyről szólt hozzájuk, a sínai hegyről szólt. Üzenet, mert Jeruzsálemben is a hegyen van az Úr temploma. És Jézus, amikor felmegy gyógyítóként, mesterként a hegyre, akkor ez egyben egy üzenet is. És itt jön a második számomra nagyon megrendítő üzenet az, hogy leül. Nem áll, hanem leül, ami az akkori világ számára abból a szempontból volt természetes, hogy a tanítók mindig ültek, és köréjük ültek a többiek is. Leül a hegyre, ami azt sugározza, hogy itt most valami Istentől jövő üzenet lesz, amit én tanítok nektek. És ami még megrendítőbb és megdöbbentőbb, amikor erre készültem, akkor egyre jobban ezt értettem meg, hogy itt még történik valami nagyon bensőséges, és valami nagyon meghitt. Ha Mózes könyvét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy az Úr leszállt a hegyre, és csak Mózes jöhetett föl.
Sőt, még azt is elolvashattuk volna, csak nem akartunk időt húzni, hogy többször inti a népet, hogy más ne jöjjön, állom még, aki feljöhet, de a többiek ne jöjjenek. Se a papok, se a nép, hanem csak Mózes mehet fel, és a felhőben találkozik az Úrral, mennyei atyával. Mert bárki és bárhogy az Ószövetségben nem találkozhatott az Istennel. Pedig az akkori nép számára is ez egy igény volt. Szerették volna találkozni, látni a mennyei atyát, akivel az édenkerti bukás óta nem találkozhattak szemtől szembe. A nép vágyott erre, a nép vágyik arra, hogy az Istenével találkozzon. És a mai ember is vágyik erre. És hogyha nem találkozhat, akkor csinál magának bálványt. Emlékeztek rá, hogy mire ment le Mózes a hegyről, hogy ott az aranybólyó. Ha nem találkozhat az ember az Istennel, ha nem találkozhat olyan bensőségesen, ahogy a hegyi beszédben leültek köré, akkor keresnek az emberek más isteneket. Részben ez a mi felelősségünk is, hogy megmutassuk, hogy hová menjenek az emberek. De ami még ennél is több, hogy ma még az Ószövetségben azt olvassuk a Sínai hegyen, hogy az Úristen egy ilyen elszigetelt, félelmetes. Amikor ezt a részt tudtam olvasni, akkor bevallom, néha én is félek, hogy milyen lehetett ez, hogy nem mertek, nem találkozhattuk szemtől szembe az Istennel. De itt az Isten testet öltött, és ez az igazi karácsonyi örömhír. Ez az igazi evangélium, ami igazából megrendítő. Hogy az Isten olyan alakot öltött, emberré lett, hogy közénk üljön. Hogy itt lehessen köztünk. Mert hogy ő nem a katedráról akar tanítani. És nem úgy, ahogy nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy még itt van egy asztal is. Én ma, amikor tanítani szoktam, kiszoktam az asztal elé menni, egy picit bensőséges. Nem a katedráról akarja őket kiasztani, hanem ott akar lenni, személyesen részt akar venni az életükben. Az Ószövetségben Mózes a törvényt kapta, és ezt a törvényt magyarázza Jézus. Nem újat ad, hanem magyarázza, elmélyíti, felismerteti. Mert ez már itt nem egy félelmetes találkozás volt. Nem egy olyan félelmetes találkozás, amilyen a nép és Mózes és a Sínai hegy között volt. Hanem ez már egy bensőséges találkozás. Több száz évvel később ez a találkozás megismétlődik, de nem félelemmel és rettegéssel, hanem egy bensőséges formában. Jézus ott ül a hegyen, és körülötte elérhető távolságban az emberek. És a tanítás újra hangzik, és a tanítás megerősödik. A törvény, a 10 parancsolat megtelik szeretettel és erővel. A tanítás ugyanaz, de Jézuson keresztül valahogy mégis több. Mert nem az történik, ami az Ószövetségben olvasunk, hogy aztán később Mózesék valami 300 magyarázatot és egyéb parancsot oda csapnak hozzá, hogyha ez így van, ha az úgy van, ha az úgy van, hanem Jézus valami teljesen más tesz. A Szentlélek segítségével magyarázza, a lelkületét érzékelteti, hogy mit akart az Isten, amikor a törvényt adta. Hogy nem az pusztításra, nem arra, hogy meghalljanak, hanem arra, hogy éljenek, hogy hogyan éljenek jól. És 2000 év múlva, itt most Pesten mi is találkozhatunk ilyen módon Jézussal, és megismételhető a találkozás. És a szavai újra értelmet nyernek, és újra át lehet azt élni, hogy itt ül Jézus, és ő magyaráz. Amikor készültem, az a kép jutott eszembe, ami egy egész életre meghatározott, hogy amikor én konfirmációra kerültem, és én igazából ezzel kezdtem a hitbeli pályafutásomat, akkor egy olyan lelkész tanított minket, aki ült előtte egy asztalka volt, és semmi hókusz-pókusz nem volt, se kréta, se tábla, se rajz, se színezés, semmi, csak mesélt. És érezhető volt, hogy ott van Jézus. És ez a két év minden hétfőn engem megváltoztatott az egész életemet. Hogy igenis, lehet így találkozni Jézussal. Hogy valaki ül, vagy áll, és mesél, és beszél róla, és bizonyságot tesz, és találkozhatunk vele. Reményem szerint erről fog szólni ez a fél év. Erre keressük a választ, hogy mi az, amit még nem tudunk. Mi az, amit rosszul tudunk. Mi az, amit meg kell változtatni a hitünk gyakorlatában. Arra keressük a választ, hogy mi is a hegyi beszéd tulajdonképpen. Mi a hegyi beszéd? A keresztény ember törvénykönyve, illemtana,
gyakorlati tanácsadója, vagy zsinórmértéke. Törvénykönyvben egyéb eszély kegyetlen, mert halállal büntet, hogyha vétkezel. Illemtatnak divatja múlt, mert a szemrehányás vagy a szemlehunyás helyett azt kéri, hogy szúrd ki a szemedet, ha vétkeztél. Tanácsadónak nem elég praktikus, mert ugye olvasunk ilyet is, hogyha egy mérföldre kényszerítenek, akkor menjen kettőre. Elég furcsa tanácsadó. Zsinór mértéknek túlságosan nagy, hiszen a legalsó lépcsőfok is megugorhatatlan messziségben van. Mi is akkor a hegyi beszéd? Karácsony Sándor szavait idézem, hogy hogyan is lehet igazából a hegyi beszédhez viszonyulni. Úgy szoktunk gondolkozni a hegyi beszédről mindnyájan mindaddig, amíg nem látjuk meg benne Jézus szeretetét, hogy lehetetlenségre kötelez minket. Pedig a hegyi beszéd nem kötelez senkit semmire. A hegyi beszédben képesíti Krisztust, a benne hívőket arra, a Krisztusban hívőket arra, amire a Krisztustól távol lévőket nem lehet kötelezni. Ez egy képesítés. Ha elvégezzük, és bár én azt gondolom, hogy ez az egész fél év sem elég rá, de mondjuk tegyük fel, hogy ezt a kurzust elvégezzük, akkor ez csak egy képesítés arra, hogy hogyan lehet Krisztusos hű tanítványként viselkedni, élni, másokat tanítani, másokat buzdítani. Én azt kívánom, hogy mindenki részt vegyen ebben a kurzusban, ami nem csak erről a fél évről szól, hanem reménység szerint az egész életünkről.